Nincs megegyezés az idei bérrendezésről a pécsi tömegközlekedési cégnél, ezért sztrájkra készülnek a buszvezetők. A Szolidaritás autóbuszközlekedési szakszervezet helyi vezetője azt mondja, olyan ajánlatot adott a munkáltató, amit nem tudnak elfogadni. Ezért január 28-29-ére sztrájkot jelentettünk be. Ugye a Volánnál is ezen a napon kerül megrendezésre egy sztrájk, ugyanazon a napon lesz itt is megrendezve. Ugye első nap akkor, tehát van egy elégséges szolgáltatás, ugye, amit itt a helyi járatban is nyújtani kell, ugye 66%-on, és akkor vasárnap itt óránkénti montásban is meg kell lenni ennek az elégséges szolgáltatásnak, illetve második napon, akkor ott is van egy időszak, ami 6-tól 9-ig, illetve 15-től 18 óráig ott kell meglenni az óránkéntiben, egyébként pedig úgy összevontan kell ott kiszámítani. Az utasok azonban tudni fogják, hogy pontosan melyik járatok maradnak ki vasárnap, illetve hétfőn. A törvény szerint a tükebusznak a sztrájk idejére össze kell állítania a menetrendet. A tükebusznak, hogyha valaki fölmegy a honlapjára, vagy a mobilitás központnál is a kimaradó járatok fel vannak tüntetve. Nyilván nekünk is elküldték a menetrendet, tehát a gépkocsi vezetőknek is jelölve lesz, hogy melyik az a járat, amelyiket kihagyhatják, hogyha aktívan részt akarnak venni a sztrájkban. A SZAKSZ eredetileg 25%-os keresetnövekedést tűzött ki célként a tüke buszvezetőinek, de ezt nem kapták meg. A munkáltató a gépkocsi vezetőknek 17,7%-ot ajánlott, az egyéb állománynak 13%-ot. Ajánlott még egyéb ilyen juttatásokat is, de ezek között vannak olyanok is, mint az üzemanyag, hogy azt emelnék annak az összegét, kifizetését, de ez egy tolónással megvonható, és erre már volt többször példa, hogy a normákat változtatták, és akkor egy pillanat alatt ettől elesnek a gépkocsi vezetők. Tehát mi az alapórabér fejlesztését tartjuk csak elfogadhatónak. Az üzemanyag pénz a munkába járás támogatását jelenti, de ez nem kerül be a kollektív szerződésbe, ezért bármikor megváltoztatható, tudtuk meg Raposa Gábortól. Ezért ragaszkodnak az alapórabér emeléséhez, amit rögzítenek a megállapodásban. Legalább 20%-ot kell kapniuk, ami a szakszervezet is szerint már elfogadható. Ha vasárnapig nem érkezik újabb ajánlat a munkáltatótól, akkor sztrájkba lépnek a pécsi buszvezetők.